Gárdonyi Géza, Matyi a levegőben. Egy este tapasztóapa így szólt Matyihoz. Holnap reggel bejössz velem a városba. Matyi még sohasem volt a városban. Egész éjjel azon gondolkozott, milyen lehet az a város. Azt hitte, hogy mézes kalács minden. A házak, sövények, kardok, puskák, tornyok mind mézes kalácsból vannak, mert mézes kalácsot szoktak neki hozni a városból. Bezzeg elbámult másnak, mikor a városba érkeztek. Mézes kalácsos sátrak helyett nagy házakat látott, de olyan nagy házakat, hogy odahaza a templom se nagyobb. Az egyik házon megolvasta, éppen 66 ablak volt. Apám szólott csodálkozva, sok nagy fáradtsága lehet annak, aki itt lakik. Miért? Kérdezte az apja. Azért, felelt Matyi, mert 66 ablakon kell neki kinéznie az utcára, holott nekünk 2 ablak is sok. Azután meg a boltok táblán csodálkozott. A csizmadia előtt csizmát látott kifestve, a fűszeres előtt mindenféle bolti szert, a hentes előtt felvágott disznókat. Apám szólott, sok a kép itt az utcán, több, mint nálunk a szobákban. Akkor az apja megmagyarázta neki, hogy az a sok kép a kereskedőké, meg az iparosoké, s arra valók, hogy könnyen meg lehessen őket találni. Itt ki lakik? Kérdezte Matyi egy nagy fehér házra mutatva, ahol a kocsi megállott. Egy jó barátom, felelt az apa, nyugalmazott katonatiszt. Hát az miért nincs kifestve? Kérdezte Matyi. Én úgy gondolnám, ki kellett volna festeni, amint a díványon nyugszik. Mikor elhelyezkedtek Bandi bácsinál, a nyugalmazott katonatisztnél, Matyi az ablakon át egy nagy csomó tarkagolyót látott az utcán lengedezni. Mi az? Kérdezte az apjától. Gázgolyók, felelt az apja. Matyi kiszökött a szobából, s a gázgolyós után futott. Megálljon csak, bácsi! Kiáltotta. Az ember megállott. Mennyiért ad egy golyót? 10 krajcárért. Annyi pénzem nincsen, szólt Matyi, csak 2 krajcárom van. Azért nem adhatok golyót, felelt az ember. Hát legalább csak fogni engedje, rimánkodott Matyi. Én még sohasem fogtam ilyen szép golyókat. Nagyon szeretném egy kicsit a kezemben tartani. Jól van, felelt az ember. Úgy is be akarok ide menni a boltba, s a golyókat nem vihetném be. Hát fogd, de erősen fogd ám. Matyi örömmel tartotta a kezébe a madzagot, s ugyanabban a pillanatban föl is lebbent a levegőbe. A golyók fölemelték. Matyi megijedt, de nem bocsátotta el a zsineget, mert mikorra észrevette, hogy száll, már akkor messze volt a földtől, s kitörte volna a nyakát. Mondom, ugyancsak meg volt ijedve. Kezének minden erejével fogta a zsineget, s csak úgy félszemmel látta, hogy alant a tornyok is csodálkozva néznek fölfelé. Dicséretére legyen mondva, nem sokáig tartott az ijegysége. Csak legalább azt tudnám, hogy hova repülnek velem ezek a golyók. Így tűnődött a magasban. Jaj, ha a csillagokig mennénk, de szeretnék egy pár fényes csillagot a zsebembe dugni. Este előraknám a szobában, s ragyognának nekem. Csak hogy az égen nem voltak fenn a csillagok. A nap sütött, Matyi csak a felhőket látta maga fölött fehérleni. Eszébe jutott egy kép. Az angyalok voltak lefestve azon, amint a felhők hátán hemperegve játszottak. Matyi még sohasem játszott a felhők hátán hemperegve. Bárcsak oda repülnénk, gondolta, szeretnék egy pár jóképű kis angyallal játszani. Így gondolkozott Matyi az ég felé szállva, de a felhők még messze voltak, s a levegőben egyetlen egy kis angyal se röpködött. Matyi lenézett. A föld a messze mélységben úcska mappagyanán tarkállott. Megismerte a saját faluját is. Akkorának látszott az csak, mint egy kis darázsfészek, s az emberek olyan picinyeknek látszottak, mint a hangyák.
Amint így lefelé vizsgálódik, látja ám, hogy egy nagy sereg madár repül utána. A madarakat egy sas vezette. Nagy sas volt. Két kiterjesztett szárnya elfötetett volna egy kisebb fajta háztetőt. Jaj, nekem, szólt nevetve Matyi, a madarak megválasztanak királynak, madár király lesz belőlem. A madarak csak ugyan csodálkozással röpködték körül Matyit. Bizonyosan azt hitték, hogy ő is madár. Mikor utolérték Matyit, rászállottak a gázgolyókra, s ott himbáloztak rajta olyan csicsergéssel, aminőtt a madarak választott gyűlésétől várhat is az ember. A sas a legfelső golyóba kapaszkodott, s ott billegett rajta. Persze a golyók egymás után pukkadtak szét a körmei között, mire Matyi lefelé kezdett ereszkedni, mert a megmaradt golyók már nem bírták el a súlyát. A madarak ijedten rebbentek szét, maga a sas is megijedt, azt hitték, Matyi pukkadozik a ragjában. Elrepült. Matyi pedig ereszkedett lassan lefelé. A saját faluját látta maga alatt mindinkább nagyobbodni. A házakból kiszaladtak az emberek az utcára, s kiáltozva mondogatták, Nini, micsoda madár jön! Nem madár az, szólt egy cigányasszony, hanem sárkány. Bezzeg nagy volt a csodálkozás, mikor látták, hogy se nem madár, se nem sárkány, hanem tapasztó Matyi ereszkedik le nagyborzasan a magaságból. Honnan jössz, Matyi? Kérdezgették, mire Matyi nagy büszkén megfelelt, majd csak nem a mennyországban jártam.